Őszinte keresztényi tisztelettel és köszönettel köszöntöm a kedves hallgató közönséget, akik szíveskedtek megjelenni Jehova tanúinak ezen nyilvános nagygyűlésén. Külön elismeréssel fejezem ki a már eddig tanúsított páratlan türelmükért, azon lenyűgöző figyelmükért, és továbbá még felkérném személyes kívánságom alapján, próbálják ezen türelmüket még egy 20-25 perces időszakra meghosszabbítani, hogy az elhangzott további igék, bibliai igazságok, javatani által közvetített Isten üzenetek, minden jókratú ember szívének kuha talajába kicsirázzanak, növekedjenek, különösöt teremjenek, a Jézus szavaiban élve némelyek, 30 annyit némelyek, 60 annyit némelyek, pedig 100 annyit. Tehát ezzel alkalommal az időt nem akarom elnyújtani, valóban rászolgál mindenki arra, hogy ezen elhangzottak után elnyújtelésre és otthon szentirati bizonyítékok további keresésére, meggyőződését Jehova tanúi oldalára, ha lehet, állítsa be. Én jelen alkalommal egy olyan híres Jehova előtt nagy tekintét élvező tanújának felszólítását és felhívását olvastam fel, amely több mint 40 esztendőn keresztül személyes kapcsolata és tapasztalatai alapján végkövetkeztetésre Jehova Isten magasztalta, ez pedig a Mózes könyvében az utolsó, az 5. könyvben a 32. rész 2 és 3-4 versében található. Figyeljetek, egek, ha szólja, hallgass, te föld is számnak beszédét. Mert Jehova nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Ezen Mózes Pál apostol által a zsidókhoz írt könyv 11. fejezetében egyike Jehova tanúinak azon nagy fellegének, amelyre mindjárt figyelmel rávon terelve, hogy kövessük, álljunk be ezen nagy vételen napjainkban még ideig átnyúló tanú sorába. Pál apostol felhasználja a bizonyíték anyagot, és az írásokat, amelyeket ő előtte írtak, azon okul idézi, hogy ezek mély, őszinte és valóságos tanulmányozás által részünkre békességes tűrést és reménységet szülnek. Ehhez hasonlóan van a Róma 15 rész 4 versében, ahogy az apostol úgy mondja, mert amelyek régen megírattak, ami tanulságunkra írtak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Tehát ezek szerint Jehova tanúinak hosszú sora, amely elkezdődött Ábeltől, kiemelkedő személy volt Mózes, és az Izrael népnek azon profétái, azokat, akik Jehova felhasznált, hogy az ő szent tervében közreműködjenek, és általuk üzeneteket, tanácsokat, felhívásokat közöljenek az emberiségnek. A címen, amely meg volt említve, a 117 zsoltárra támaszkodik. Ez pedig a következőképpen hangzik. Dicsérjétek Jehovát, mint ti népek, magasztaljátok őt, mint pogányok. Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad mindörökké. Dicsérjétek Jehovát! Jehova napjainkban az egész világ előtt egy elkerülhetetlen vita kérdésé vált.
ez semmi formában nem kerülhetett ki a teremtmények, mert a Biblia jövendőlések értelmében, a végidőben Jehova a népét működésbe állítsa és feltérte tanít, hogy most bizonságot tegyenek felsége, szent neve, terve és trónemelt királya, szent fia, uralma mellett. Tehát napjainkban, amikor az idő rendkívül kritikussé vált, a döntésnek ebben az időszakában, az ítélkezésnek ezen idejében, amely az emberek és nemzetek sorsára kihatással van, elsőrendű fontosságú a figyelembe veszük a 114 zsoltárban adott felhívást, illetve hogy dicsérjük Jehovát. Ez nem csak az ő nevének igazolásával van kapcsolatban, hanem ez a teremtmények megmentésével is össze van kötve. Millióan napjainkban a legfontosabb az ember a teremtmény számára, mint személyes boldogsága, a személyes öröme és a jövő, a megmentés a mostani napokban, amikor beléptünk azon vészteljes, bizonytalan és sötét időben, amely a megjövendőlések alapján éppek be kellett köszönsenek, annak bizonyítékául, hogy lejárt Sátán 6000 éves uralma, és Jehova Isten intézkedésekhez fogott ahhoz, hogy megszüntesse, de mielőtt ez bekövetkezne, először tudtul kell adja szolgái, tanúi, a jelenkor tanúi által az ő szeretetteljes intézkedéseit. Ezért most felolvasom az utolsó időben működő olyan teremtményekről való jövendőlést, amely közösen eldönthető lesz most önök füle halatára, hogy kik tesznek eleget ezen isteni jövendőlésnek. Olvasom a Dániel 12 része 1 és 3 versét. Abban az időben felkér Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert gyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy még kezdett lenni mindezikre. És abban az időben megszabadult a néped, ki csak beírva találtatni a könyvbe. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökön örökké. Tehát a megismétésre szoruló hangsúlyra tett kifejezés az, a nyomorúság egy olyan időszakát éljük, amelyhez példa nélküli események még nem voltak. Jehova tanúi az isteni ige őszinte és mély kutatása alapján, az Isten szellemének minden átható és minden értelmet felülmúló titokzatos működése alapján értelmükre hozatott az a nagy tény, hogy a végidő 1914-jel vette kezdetét. Tehát ettől az időtől a nyomorúságok egymás utániát éljük át. Közben Jehova Isten gondoskodott, hogy az nyomorúságtól sújtott, reménytelen és elcsigázott emberiségnek legyenek vigasztalói, legyenek, akik bátorságot öntsenek, legyenek, akik egy igazi világossággal szolgáljanak az emberiségnek, amely a korszakos legsötétebb időszakát éli át. Mihály, a nagy és előkelő fejedelem, az ő neve jelentősége magyarul úgy azt jelenti. Kicsoda olyan, mint Isten? Tehát felvetődik az a kérdés, hogy vajon ki az, aki a világegyetemben hasonló volna Istenhez. Természetesen ennek megvannak a jól megalapozott alapjai, okai, mert a világegyetem a lázadásnak hosszú évezredét éli át. A Sátán, aki az éden korai napjaiban fellázott, egy tervet készített a maga személyes tiszteletére, és az emberek
teljes meghódítására az ő szolgálatára. Ez a terve nem sikerült, mert a 6000 év tanúsága és a bibliai feljegyzések alapján mindig voltak teremtmények, akik felismerték, hogy Sátán útjának a lázadása és Isten elleni szembeszegülése bűnhöz, a bűn pedig a halálhoz vezetett. Jehova Isten gondoskodott arról, hogy az emberiségnek a napjainkban, a szenvedések nehéz óráiban a felvetett vita kérdésre feleletet is adjon. Tehát ezek szerint most a vita kérdést a rómabeliek 10 részéből olvasom fel, hogy lássuk a megmentés milyen alapokra van helyezve, és kik fognak eleget tenni ennek. Olvasom a Róma 10 részéből a 11-13 versét. A következőképpen hangzik. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az igazságra. Mert azt mondja az írás, ha valaki hiszen ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincsen különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag, mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja Jehova nevét, megtartatik. Tehát itt a nyilvános vallástételről van szó. Vajon, ha végigvizsgáljuk a Földön elterjedt több ezernyire rugó vallásos szervezeteket, beleértve kisebb szektákat is, vajon kiknek az ő középpontjuk tanításánál a Jehova neve igazolása? Összekereshetünk mindenféle szervezetet, ezek úgy látszik, nem akarom a véleményemet közölni, hanem a tapasztalatok, a tények arra bizonyítnak, hogy teremtmények imádatára, tiszteletére adták át magukat. Nem Jehovát dicsőítik, aki méltó erre, mert a világegyetem legfelsőbb fokán, a hatalom legmagasabb fokán áll, aki megérdemli, hogy teremtményei a teremtményekkel szembeni jótéteményei alapján dicsőítsék és magasztalják. Tehát ezek szerint, visszatérve a témához, a működő vallások elmulasztották Jehova nevét kellőképpen az emberek előtt ismertetni, és ezért Jehova most az ő szolgáit felhatalmazás alapján kiküldötte, hogy minden őszinte igazságszerető ember megismerhesse a tényállást. Nem lehet az embereket Jehova imádatára és dicsőítésére felszólítani, mielőtt arról alapos okokat, a miértjét meg nem magyarázni. Tehát ezek szerint néhány kérdést tennünk fel, amelyekre mindenki, ha bír felelettel, természetesen a következménye az lesz, hogy Jehová dicsőítse. Tehát első kérdés volna, hogy kicsoda tulajdonképpen Jehova. Mit tett ő az emberiség érdekében a múltban, mit tesz a jelenben, és mit fog tenni a közeljövőben? Hogyan kell őt dicsőíteni? Kikkel kell társulni, mely az a formája, amelyet ő elismer. Hát ezek a kérdések mindjárt előtt tisztázásra várnak. Jól lehet ezen alkalom, nem szolgálhat elegendő lehetőségnek, hogy minden kérdés e módon és tisztán önök előtt feltárjuk. A mai nyilvános előadási alkalmával meggyőződésem szerint elég áttekintő bizonságra téve Jehováról, népéről, szervezetéről és királyságáról. Hogyha ez nem lesz kielégítő, akkor nagyon megkérdők és szívesen fogadnak minden igazság szerető indulatrendet, hogy keressen fel bennünket.
Keresse fel Jehova azon tanúit, akik e jelen nyilvános összejövetelen segítséget nyújtanak, címeket fogadnak el, és mindazon testvérek összegyűjti az óhajtott címeket, akik kívánják, hogy velünk kapcsolatba lépjenek. Természetesen erre azért van szükség, mert az jövendőlések szerint most kialakulóban van a juhok azon osztálya, amelyek Jézus által a Máté 25 részében a jobb készfelől álló a juhoknak van nevezve. Természetes a juh tulajdonság az egy kívánatos tulajdonság és Isten előtt is elismert. Tehát ezek szerint fogadjuk meg a 117 Zsoltár életadó felhívását, mert eztől függ most az ember sorsa, hogy kit dicsőjük. Sajnos azt mondhassuk, hogy a jelenlegi uralkodó, államférfiek és intézmények nem fogadták meg ezen ünnepélyes felhívást, amelyet az ókorban egy izraelita lévi törzséből származó Jehova tanúja írott, amelyek beteljesedését éljük át napjainkban. Ez a Zsoltár író előképe volt a most élő Jehova tanúinak, és előre látta azt, hogy kinyílik az alkalom minden nemzetnek és minden nép számára, hogy Jehovát dicsőítsék. Amint önök ezen program alkalmával látták, két nemzetségből állunk, akik úgymond a szavunkat is hallgatjuk. Lehetséges még vannak más nemzetiségűek, de nem tudunk mindenkinek úgymondva a szószékről helyet adni, az ő hitének és isteni üzenetének közvetítésére, de ez azt jelenti, hogy már a beteljesedésnek bezáruló időszakában élünk, mert a népek és nemzetek állásfoglaltak a Jehova Isten dicsőítésében. Mindnyájan mi felismerhettük azt, hogy miért nagyon időszerű és fontos. Mérlegelhettük azt, hogy tulajdonképpen amíg a világban éltünk, tehát gyakoroltunk egy bizonyos úgy belé született vallást, vajon ez mennyire elégítette ki igazság utáni szomjainkat, azon Biblia ismeretnek hogyan juttatott el bennünket egy életkorú fokára, amely feleleteket ad a bennünk születendő többféle napjainkat érdeklő kérdésekre. Tehát egy szóval azt mondhassuk, hogy minden nemzet mivel áldja meg, vagy mivel szolgálja az ő alattvalóit. Mondhatni az, nincs egyéb, amit átörököltünk, mint nemzeti szokások és hagyományok. Egyéb, amelyek örvendeni nem lehet, amint látjuk a világon egymással ellentétes politikai kormányok vannak, látható az üzérkedő kereskedelmi szellemtől átitatott kereskedelmi óriásokat, ugyanakkor azon képmutató vallásos ellenek vezetői, akik sok vizet zavartak az emberi társadalomban, akik tulajdonképpen két világháborúnak megszervezésében tényleges közreműködéssel a háború kirobbantásához hozzájárultak. Nagyon jól lévő a világ vallásainak ellenőrzése és annak befolyása alatt a harmadik világháborúra való előkészületek is már a tetőfokán állnak. Azon kívül minden kormány rendkívül nagy adóssággal van megterhelve, és az alattvalói csak a szenvedésnek, a kiábrándulásnak és a reménytelen jövőnek néznek szembe. Ez annak következménye, hogy elmulasztották azt az egyet dicsőíteni és magasztalni, akit a 117 Zsoltárban illetés alatt valamikor Jehova a napjainkra előre megjövendőtetett. Itten megjegyzésre méltó, hogy két kifejezésben van a minden nemzetek és mind ti népek.
dicsérjétek ti minden nemzetet. Magasztaljátok őt minden népnek. A dicsérés Jehova Isten erényeinek, méltóságának, igazságának, tiszteletre való minősítése, a magasztalás pedig egy másik neve az Isten imádatnak. Ez pedig a hangos, szóbani kifejezések által vihető keresztül. A minden népek az írások alapján észrevehető, hogy beteljesedései a jelenések 7 részében, a 9 versben, éppen a beteljesedés összegyűjtött állapotára mutat rájuk, mert a minden népek a kisebbségekre is vonatkozik, nem csak a nagy nemzetekre, vagy a világ uralkodó nemzeteire. Tehát akkor a jelenések 7 része a következőképpen a beteljesedés napjainkban előre bejelentette. Olvasom a 7 részből a 9 és 10 versét. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott minden nemzetből és ágazatból és névből és nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és a kő az ő kezeikben pálmára. És kiáltanak nagy szóval, mondván, az üdvesség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Ahhoz, hogy Jehova ezen üzenetét közvetítsük, nekünk nincs szükségünk, hogy kormány hivatalnokokhoz, vagy a magas rangú tisztviselőkhöz folyamodjunk engedélyért. A Jehova Isten törvénye felette áll minden emberi rendelkezésnél, törvénynél, akaratnál, és ha a 117 Zsoltárban az említett felhívásnak eleget teszünk, akkor szükségtelen, engedélyért múlandó, bűnös és halandó emberekhez folyamodni, ha ezt megtennők, akkor meggyaláznók a mi Istenünket, és háttérbe szorítanók az ő parancsoló felhívását. Ez az oka, hogy Jehova tanúi, amint önök látják, a 40 év alatt, ahogy az elmúlt beszédekben erre rá lett mutatva, anélkül, hogy azt figyelembe vették volna tilalmakat és a következményeket, az orvostiszteletnek gyakorlói voltak, a föld alatti módszerek alapján. Most, hogy a mi királyunk vasveszeje letörte a vasfüggönyt, és ez a földre zuhant, mi, mint olyan emberek, akik állandó tevékenységben voltunk, most a szintére lépünk. Kérném önöket, az előbbi évtizedek félelmét ugyebár félretehetjük, az igazság szerető szíveket pedig Jehovános magához fogadja, ha ezek eleget tesznek a felszólításnak, a dicsérés és a magasztalás ezen meghívásának. Ez egy kihívással alakul azért, mert napjainkban több más szervezet ugyancsak tisztelet, imádat, dicsőítése, sarkaljai szólítsa fel alapvalóit. Különböző rendszerek vannak, különböző szervezetek működnek, amelyek óvajtsák, hogy minél nagyobb számban elismerő tiszteletet kapjon. A Máté 24 rész 15 versében a következőképpen mutatok be egy oly szervezetet, amely figyelmüket nem kerülheti el. És mikor látjátok a pusztító utálatosságot ott állani, ahol áll a szent helyen, ahol nem kéne, aki olvassa, vegye elő ítélő képességét. Ez a pusztító utálatosság a tények alapján egy oly világra szóló szervezet, amely ezen földön azon célból van alakítva, hogy háttérbe szorítsa Jehova Isten királyságát, az általa megígért sok jó áldásokat, jólétet, boldogságot, békét és biztonságot, és a sátán, az ördög,
és az ő támogatói az Egyesült Nemzetek Szervezetét állították Isten királyságával szembe. Ez olyan hegy van, ahol nem kéne, és ezért hívjuk fel nyomatékosan minden földteremtmény figyelmét, hogy vegye figyelembe, mert most ez a bálvány, amelyben az összes nemzetek, tehát a föld minden kormányzata, az imádat, a tisztelet és a megmentés tárgyára tette. Halljuk mindenféle propaganda eszköz által, hogy világbékét és biztonságot óhajtanak kovácsolni, óhajtsák igénybe venni az Egyesült Nemzetek Szervezetét, a mostan zuhajkodó, hadilábon álló és szivakodó nemzetek közötti béke megteremtésére. Ez a törekvés bibliai esemény. Ez a béke hangoztatás megelőző jelensége a világra következő nagy armageddoni csatának. Ezt az ördög azért próbálja tenni, hogy félrevezesse a békeszomjas, boldogság után vágyó embereket. De ugyanakkor nyelvatlanul is Isten segedelméről felállnak a színtére, és ugyanezen nívón az emberiségnek ajánlják az isteni uralmat, a nagy teokráciát, és nem az emberi uralmat, amely most Romániában éppen a törekvések középpontja a demokrácia. Ez egy emberi uralom, ez éppen úgy kudarcolan ítélve, mint amely most megbukott ezelőtt egy pár hónapban. Jelvontan, hogy nem voltak a demokrácia pártolói, és ezért nem is kellett csalódással egy régi elnyomó rendszernek a megbukás által siránkozni. Ami harci kiáltásunk a nagy teokráciáért, amelynek alapítója Jehova, és az értelmezése tulajdonképpen az, hogy egy isteni uram. Jehova választa ki a királyt, Jehova királya kiválasztja pedig az alattvalókat. A kiválasztásnak zsinór mértéke abban áll, hogy mennyiben veszünk részt Jehova Isten imádatában és dicsőítésében. Tehát most a felhangzó dicsőítés széles körben a jelenések öt részének megfelelően, ki fogom javítani, a 15 rész 3 és 4 versében figyeljük meg, hogy kik szájából található hangzanak el ezek a gyönyörű szavak. A 15 rész, 3 és 4 verse a következőképpen emeli ki. A mindenek felett álló felséges atya Jehova dicsőítésének fontosságát. És éneklik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét és báránynak énekét, ezt mondván. Nagyok és csodálatosok a te dolgaid, mindenható Úristen! Igazságosak és igazak a te útaid, ó nemzetek királya! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Ezek alapján önök felismerhették, hogy elvallatani nem voltak hajlandók világi kiemelkedő személyek dicsőítésében részt venni, kiemelkedő politikusok, nagy emberi tisztességre szomjazó alásos vezéreknek, képviselőknek, mert az isteni ítéletek nyilvánvalóvá lettek. Tehát az ítéletnek ezen napjában veszélyes a teremtmények tisztelete és imádása. Ezt helyettesíteni kell a teremtő imádatával, amely mindenkor az igazságosság új világába való bemenetel biztos garanciája, és ez az a keskeny út, amelyet tulajdonképpen Jézus hangsúlyozottan tett közé, és amelyen még hozzáfűzi a megtaláló Isten oly sokak, és az út pedig nem is olyan sima, kényelmes,
mint amilyen úgymondva világi szemmel a vallásosodásban űzni lehet. De a hozzáfűzött eredmény pedig úgy hangzik, ez a keskeny út, szűk kapu örök élethez vezet. Tehát nem közömbös annak megállapítása, hogy milyen állásponton állunk, milyen formában veszünk részt az Isten imádatban. A vallás gyakorlása az tulajdonképpen a tiszteletnek egy felsőség iránti emberi hagyományok által kitalált formája. A hagyomány emberek által, tanoknak, elméleteknek, szokásoknak és különböző módszereknek az elődökről az utódokra való átszármaztatását jelenti. Nagyon sok esetben a hagyományt többre becsülik, mint Isten igényét. Ez volt a helyzet Jézus napjaiban a hagyomány rajongó vallásos vezérek közötti vitában. Ennek esett áldozatul Pál apostol, aki a Galata 1 része 7 versében kijelenti őszinte beismerés alapján, mikor én a hagyományokért rajongtam, akkor a Krisztus ellenségének minősültem. Tehát kedvesen, fel kell figyelni, vajon eleget teszünk-e az Isteni meghívásnak, mert a következő ókok az Isten dicsítésére, mert úgy mondja a 117 Zsoltán, nagy az ő irgalmassága mi hozzánk, és az ő igazsága megmarad mindörökké. A jelen nemzedék Jehova Istennek köszönheti létezését, mert van egy olyan bibliai idézetünk, amely arról tesz bizonságot, hogy volt valaki, aki megállította azt az aljas háború, azt a vérszomjas összetűzést, amelyet Sátán idézett elő 1914-től egész 18-ig. Máté 24 rész, amely minden szava a végidőről szól, ebben a kiemelkedő tény az, hogy Jehova Isten terve meg lett terve szerint, ez a háború meg kellett szűnjön, mert még úgy néz ki, több évtizedes terve volt, amely által az emberiségnek a megmentés tanulni által napinak, hónapra évről évre folytonosan feltinálta. Ezért szöveg Máté 24-21-22 verse az első világháború megállításáért vonatkozik. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen egy ember sem menekülhetnek meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Tehát az Isten kegyelme és irgalma volt, hogy a Sátán, aki megharagott, bibliailag bebizonyítsuk miért, azért, mert az ő zavartalan mennyei bejárása Isten elleni lázadásának a mennyben a korszaka történelmi fordulatot vett. Illetve a jelenések 12 része feltárja azt a tényt, hogy a menny megtisztítatott ezen lázadó és ennek követőitől, tehát angyalaitól. Ez pedig dühében a haragját a földön élő emberekre ontotta, és el akarta veszíteni az emberiséget. Azt akart ezzel elérni, hogy Jehovának senki ne tudjon kijönni a világból, ne legyen arra egy időszakadva, hogy gondolkozzanak, mérlegeljenek és felismerhessék az egyedüli, biztos, keskeny utat az örök boldogság, az igazságosság új világában, az örök béke állapotában. Tehát ez az isteni irgalomnak tulajdonítható. A másik irgalom pedig az, hogy elkezdődött a királyság, amelyet már az említett mai szónokok a mi atyánkban idéztek, és ez valóságban nem kis jelentőségű ima, ezt nevezhessük mintaimának is.
Tehát az Isten elfeledkezett volna az emberiség fölötti királyság működtetéséről, akkor nekünk sokkal rosszabb volna sorsunk, a kilátásaink teljesen reménytelenek, alap nélkül volnának, és nem volna, amiért tulajdonképpen életünket áldozzuk, és akinek a nevéért sírkaszáljuk. 1914-es dátum az isteni irgalom másik kifejezője, amikor Jézus Krisztus királyi hatalommal átvette a föld feletti jogos kormányzatot, és szándéka az isteni parancs értelmében, hogy ezen országról bizonyság tétesse. Az ismert Biblia vers Máté 24:14-ben foglaltatik össze, amely rámutat, hogy a népek és nemzetek egy világra szóló bizonságtevéssel fognak találkozni, amelynek célja, hogy bizonságú szolgáljon, és csak azután fog bekövetkezni a vég. A vég jelentőségét is hangsúlyozunk el, mert ehhez Jézus emberi földön létekor két katasztrófát hozott fel szemléltetésül. Egyik volt a kíméletlen vízözön, és a második volt egy bizonyos helységben szintén kíméletlen Sodoma és Gomora és környékei városának a pusztulása. Mindkét esetben észrevehető és elhagyjuk figyelmen kívül, Jehova maga lépett közbe előzetes figyelmeztetések által, hogy a menekülés egyetlen bárkáját és a menekülés egyetlen helyét Lót családjának idejében tudtul adja, hogy ezek az Isten szerető Jehova előtt kedves teremtmények különleges oltalommal részesülhessenek. Ez a helyzet napjainkban is Jehova azért működteti tanít és királyságát, mert nagy az ő jósága vagy szerető kegyelme mi hozzánk. Nem szolgáltak eddig elé, ahogy említettem, semmilyen reménységgel a jelenlegi nemzetek. A világ béke és biztonságról szóló rózsás ígéretek, ezek hosszú évtizedek törekvései, de még mindig gyümölcstelen, és az isteni szempontból pedig megkoronázatlanul a porba hullanak. Az Armageddon csatája, amely az emberiség sorsát megpecsételi, megszünteti a lázadást ezen a földön is, ahol most Sátán végső erőfeszítéseket tesz, hogy az életadó felhívásnak ne tegyenek eleget az emberek, illetve Jehova Isten helyett minden más dicsérjenek és magasztaljanak, és sokszorosítsák a teremtmények haszontalan imádatát, amely mindenkor csalódáshoz, kiábránduláshoz és a pusztuláshoz vezet. A nyomatékos Zsoltár szavai, mert örökké való az ő igazsága. Milyen igazságokra gondolhatunk ezen alkalommal? A Szentírás, a Biblia, az isteni törvények gyűjteménye, az évezredek által, vagy alatt helyesebben kifejezve, Jehova Isten különböző személyek által ígéreteket tett, az ő tervére vonatkozóak, amely az emberiség számára a megáldásokat, a jólétet és a szabadulást fogja végül eredményezni. Jehova Isten igazsága már az évenben megnyilvánult, amikor az elítélés órájában egy szabadítót ajánlt, és arról a szabadítóról rövid szavakban Dióhéjban a Mózes könyvének első könyve 3:15 verse igen közismert, de lehetséges kevésbé értelmezett ígéret, amelyben az van említve. Ellenségeskedés lesz most köztet. Tehát a kígyó és az asszony maga között, a kígyó az a sarkodra tapos,
Margosságokban múlva, te pedig a rendelt időben a kígyó fejét talposhoz köd. Az Isten igazságedben arról szólt, hogy az emberiségnek lesz egy szabadítója. Teltek az idő, és vízözön után 427 évre egy oly férfi szemelt Jehova, aki a hívők atyaként és Jehova Isten barátjaként van, ismeretessé válva. Jóosan követhetjük tényleg. Ez a hűséges Ábrahám. Ennek az ígéret, amelyet 1 Mózes 22.18-ban találunk meg, mert a te benned és a te magadban megáldatnak a föld összes nemzetei. Az esztendők teltek, az évszázadok sorakoztak, és 1000 évnél is több idő telt el, amikor az Ábrahám maga megjelenik. Az Ábrahám magvát Pál apostol illetés által Galata 4 részében a legjobban tudja kifejteni, hogy ez nem más, mint a Krisztus. Tehát az igazság, hogy el kell jön a szabadító, ez az isteni gondviselés alapján nem hívsulhatott meg. Egy másik igazság pedig a Dáviddal kötött szövetség a királyságra vonatkozóan. Mikor Jézus emberül, bevonult győztesen a 3,5 éves, próbateljes, sokszor veszélyes idő végén, őt úgy jellemezték, mint a Dávid királyi székében jogosan uralkodó király. Tehát mi teljesedett be, mi igazság maradt meg örökké? A Dávid iránt való változhatatlan igazság. Ez az uralomra vagy királyságra vonatkozik. Ez a királyság működése, ez a napjaink valóságává vált, és annál annyiszor említett dátumtól kezdve, amelynek megfigyelése arra kell ráébresztem, hogy most ezen királyság együttes uralkodásban volt Sátán még létező szervezetével, de ez egyetlen egy ember élethosszot tart csak, és nem fog átjönni egy újabb nemzedéknek élettartalmára. Tehát erre ami figyelmünk arra a tényre kell feleszméljen, hogy a lezáruló órákban vagyunk. Több mi valószínű, ezért a felszólítás a 117 Zsoltárban napjainkban sokkal fontosabb, mint ezelőtti időszakokban, mert az idő erre vonatkozóan már nincsen annyi, vagyis nincs annyi lehetőség a gondolkodásra és a választáson, mint az ezelőtti 70 év folyamán, amióta jelvatalmi a világ színterére léptek, és ahogy sokasodtak, úgy terjedt az általuk között igazság is. Figyeljük meg még egy szép Biblia vers, amelyet Pál apostol illetés alatt a rómabeli gyülekezethez intéz, a rómabeliekhez írt levél 15. részéből olvasom a 8-14-ig, és remélem az elhangzottak alapján ezen igék eléggé megérhetővé vált. Azt mondja itt el. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésért, az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak tett ígéretet. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Isten, amit megvan írva. Annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. És ismét, dicsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden nép. És viszont Ézsaiás 10 volt. Lészennyességek gyökere, és aki felkel, hogy uralkodik a pogányokon, benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsönbe titeket minden örömmel, és békességgel a hívésben,
hogy bővülködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Tehát, kedves hallgatóim, ezen gyönyörű igazságok mindnyájunkat érdekelhetnek, mert beléptünk ezen kívánságos időben, hogy megismerhetjük az egyedül és igaz Istent. Nem mulasztom el kiemelni azt, ahogy már kicsit megemlítettem, hogy vegyük figyelembe a mi hitünket, az útunkat és az a módot, amelyen megpróbálunk Istennek tetsző szolgálatot végezni. Lehetséges, hogy valakiben e gondolatok ébrednek. El kell hagyjam a vallásomat, a templomot, esetleg bálványaimat? Vajon ez miért szükséges? Azért, mert a 117 oltár, a következőképpen már említettem, de ismételjük. Mert örökkévaló az ő szerető jósága mi hozzánk, és az ő igazsága megmarad mindörökké. Ilyen biztos reménnyel szeretnők, ha önök is jelmulatani legőszeretlen világasztól szervezetéhez és népéhez csatlakoznának, hogy részesüljenek mindazon áldásokban, amelyeket a szerető gondviselő Isten Jézus Krisztusban, a messiási uralomban, az emberek számára készenlétben tartogat. Figyeljük meg, hogyan fejeződik be az Jehova Isten dicsőítésére szóló felhívás, és szólt adok a jelenések 19 részének, megkezdve a 9-től, nem bocsánat, megkezdve előről az 1 verstől helyesbítettem, tehát 19.1-től 6-ig fogom felolvasni. Jó volna, ha ezek az igék behatolnának a szíveink húsárvájára. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja valam. Halleluja! Az édesség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, az Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontott az ő paráznaságával, szolgáinak vérének kezén, és másodszor mondanak, halleluja, és annak füstje felmegy örökön örökké. És leborul a 24 vén és a 4 lelkes állat, és imád az Isten, aki a király székben ül ma ezt mondanak. Amen, halleluja. És a királyi székből szóltak jöve ki, amely ezt mondja vala, dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ő szolgái, kik félitek őt, kicsinek és nagyok. És valami, mint egy nagy sokaság szavát, mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát mondanám. Alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Tisztelt hallgató közönség, csatlakozunk ezen, halleluja, vagy Jehovát dicsérjétek, világra szóló kórushoz. Felismerhetjük, hogy égből eredő indítványozásnak vagyunk földi továbbítói, mert Istenünknek az a terve, hogy egy új ég és új föld jön létre. Nem szó szerinti anyagi dolgokról, hanem egy Jehová dicsőítő szellemi láthatatlan teremtmények és egy Jehová dicsőítő földi látható teremtményekről való új föld. Ez szerint fejeződik be az én programom is, és ezen szavakat alátámasztom a körrendezésünk forrásának és a búcsúszavainak, amelyet a jelenések 21-ből a következőképpen olvasom fel. Ezután látnék új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én hallék nagy szólatot, amely ezt mondja az égből. Íme az Isten sátor az emberekkel, ami velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.
és az Istenet, körül minden könnyet az ő szemeitől, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, mert az első elmúltak. És mondva az, aki a király székben ül alatt, íme mindent újjáteszek. És mondanékem, írd meg, mert a beszéde hívek és igazak. És mondanékem, meg lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjúhozónak adok az élet vizének forrásáról ingyen. Aki győz, örökségül nyer minden, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Mélyen tisztelt hallgatóim, óhajtanunk az együttélés az igazságosság új világában. Válasszák el a tanúival való közösséget, tegyenek eleget a felhívásnak, amely életadó. Beolvadjunk a világra szóló halleluja kiáltásban, ezen kórusban, amely Jehovát dicsőíti. Ezek után köszönöm szíves türelmüket és az kegyes figyelmüket, amelyet tanúsítottak ezen megnyújt programunk utolsó részeként.